Köszöntöm a kedves nézőket! Ahogy az elmúlt években kívülről, a következő években most belülről újulhat meg a Ciszterci Szent István Gimnázium egy több mint 2,5 milliárdos kormányzati forrásnak köszönhetően. Tartsanak velünk a részletekért! A magyar kormány jelentős anyagi forrást biztosít a ciszterci rend számára. 6 nagyszabású beruházás közül Székesfehérváron a Ciszterci Szent István Gimnázium tornacsarnokának megépítése, az intézmény fejlesztése és a ciszterci templom felújítása valósulhat meg. A kormány hozhatott egy jó döntést, és ez a jó döntés annak is eredménye, hogy 2019-ben ünnepli a ciszterci rend 900. évfordulóját. Tulajdonképpen az emberi gondolkodással, emberi ésszel fölfoghatatlan egy ilyen távolság, egy ilyen hatalmas nagy időtáv, és éppen ezért is azt kell gondolnom, vagy mondanom, hogy az a döntés, amit a kormány meghozott ennek az iskolának az érdekében, illetve a városban lévő ciszterci templom érdekében, az hosszú időtávra gondolkodik. Olyanra, amit persze nem is tudunk belátni, de mégis ez a döntés nagymértékben segítheti az itteni oktatást. Így örömmel jelenthetem be, hogy a ciszterci gimnázium, amiben most itt vagyunk, 2,6 milliárd forintos támogatással fog megújulni, illetve bővülni az elkövetkezendő évek során. Ebben az évben 200 millió forintos támogatást kap, és a jövő évben, illetve 2019-ben, 900. évfordulónak az évében 1,2 milliárd forintból fog megvalósulni az a terv, amit az iskola vezetői, illetve a ciszterci rend vezetői meghoztak. Nem csak az iskola újul meg és szépül meg, hanem külön öröm, hogy a ciszterci templom is meg fog újulni 170 millió forintból a következő évben, illetve már idén is elkezdődik a felújítása. Mindez azt gondolom, hogy szervesen kapcsolódik a törekvésbe, amely egyrészt a várost illeti, a város megújítása, megszépítése, köznevelési és oktatási területen való fejlesztésébe, másrészt pedig abba a törekvésbe is, hogy nem csak Székesfehérvár, hanem egész Magyarország a kereszténységet őrzi is, erősíti is. Mindannyiunk tudjuk azt, és fontosnak is tartjuk, hogy az a 1000 éves kereszténység, amelyben Magyarország bele született és bekerült annak idején, és amelynek ez a város mégiscsak az egyik leginkább letéteményese, és az ország pedig minden szempontból a megőrzője, az megmaradjon a következő évtizedekben, évszázadokban is gyermekeink, unokáink és dédunokáink számára is. Mindehhez persze szükségesek az egyházi intézmények, így akár a templomok, de szükségesek a köznevelési intézmények, mint például ez az iskola. Ezért támogatta most ebben az évben kormányhatározattal június 27-én a kormány ezt a fejlesztést. Varga Tamás honvédelmi államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője személyes emlékeit idézte fel az eseményen. Számolgattam, hogy én magam diákként, és aztán később tanárként, és a 4 gyermekünk összesen több mint 45 évet töltöttünk ebben az intézményben. És diákként és tanárként is András is ennek a gimnáziumnak volt a diákja, bár abban az időben, amikor nem ezt a nevet viselte, abban a bizonyos 42 évben, amikor József Attila gimnáziumként, államosított gimnáziumként, de azért őriztük, kutattuk és őriztük a Ciszter gimnázium szellemét, és az a több mint 45 év, amit a gyerekekkel együtt itt töltöttünk, lehetőséget adott arra, hogy igenis tudjuk és érezzük, hogy mit fog jelenteni ennek a gimnáziumnak. Mind a bővítés, a tanári szoba kialakítása, az új tantermek, hiszen nyelvszakos tanárként kis csoportokat, azt gondolom, talán itt mindenféle nem osztályteremnek épült valamiben tanítottam is. Ez most, amikor elkészül az új gimnázium, megszűnik, és valódi tantermekben, csoportszobákban folyhat majd az oktatás, és egy új tornaterem is szolgálja majd a diákokat. Úgyhogy köszönjük ezt az újabb jó döntést, és a önnek pedig kívánjuk, hogy a felépült gimnáziumon folytassa azt a közösségteremtő, hitéleti és oktató munkát, amit itt több mint 100 éve Székesfehérváron is
mintegy 900 éve a világban végez. Székesfehérvár mindig is iskolaváros volt, és ennek az iskolavárosnak ez az intézmény az egyik égköve volt, és legyen a jövőben is. Cserpalkovics András polgármester egykori alma máterének falai között megköszönte a kormány döntését, amely a rend, a renden keresztül pedig az iskola és a templom megújulásával a város további fejlődését is jelenti. A polgármester hozzátette, külön öröm, hogy éppen Fehérvár fogadalmi szent miséjének napján számolhat be a fejlesztésről. 2,6 milliárd forint az nagyon sok pénz. Önmagában is nagyon örvendetes, amikor egy ilyen fejlesztést csomagot tudunk bejelenteni és aztán megvalósítani, de itt azt gondolom, hogy két a város számára kiemelten fontos cél tud fejlődni, erősödni ennek a beruházásnak a keretében Fehérváron. Az egyik, hogy nyilván mi ennek a városnak a gyökere. Ez egy több mint 1000 éves város, amelyik a kereszténység nélkül nem lehetne az, ami. Nem lehetett volna az a történelme, ami, és nem lehetne ma sem az a város, amit mi ebben a városban szeretünk és tisztelünk. Ugye a templomok városának is nevezzük. Nem mindegy tehát, hogy a templomok, az abban lévő közösségek hogyan tudnak fejlődni, hogyan tudnak erősödni. Előbb felnéztem arra a képre, ami még egy pár évvel ezelőtti állapotot jelez, és ez nem csak az utca burkolata a maival összehasonlítva más, hanem a ciszter templom is, mind színében, mind külső megjelenésében, tetőszerkezetében megújult. Tudjuk, hogy benne a sekrestje is megújult, de azt is tudjuk, hogy utána megfogalmaztuk közösen, milyen jó lenne a templom felújítása tekintetében előre lépni, és most erre szerencsére van lehetőség. A sétáló utca közepéről beszélünk. Tehát mind hitéleti szempontból, mind a város identitása okán is nagyon fontos, és nyilván nagyon fontos, mint egy épített örökség és annak megmentése vonatkozásában is. A másik kérdéskör pedig az iskola, az az oktatás, a fiatalok, ami nélkül egyetlen egy magyarországi város, így Fehérvár sem tud fejlődni. Nagyon fontos, hogy ez a gimnázium megkapja azokat a fejlesztéseket, bővítési lehetőségeket, nyugodtan mondhatjuk, amivel régi adósságokat lehet törleszteni. Tudjuk, ez egy nagyon jó hangulatú, nagy hagyományokkal rendelkező iskola. Nagyon-nagyon jó lesz az, hogy ezt infrastruktúrálisan is abszolút 21. századi keretek között tudja a következő nemzedékeknek átadni. Ennek a városnak kulcskérdés a középiskolai rendszere, azon belül is természetesen a nagy gimnáziumainak a fejlődése, és nagyon-nagyon öröm, hogy a kormány segítségével és támogatásával szépen megyünk előre, és a gimnáziumok sorban egymás után kapják meg azokat a fejlesztési forrásokat, amivel a város oktatása nem csak a mában erős, hanem infrastruktúrális értelemben egészen biztos, hogy garantálni lehet, hogy a következő évtizedekben is megfelelő keretek között lehet a fehérvári, és ne felejtsük, rengeteg vidéki diákot tanítani, ebben az esetben mondjuk ki, hogy nevelni is. A rend fejlődni fog itt Székesfehérváron, az iskola fejlődni fog itt Székesfehérváron, a város is csak fejlődni tud. Bérciel Bernát, az írci ciszterci apátság kormányzó perjele felidézte, hogy a ciszterciek már 200 éve vannak jelen a városban. 1813-tól kezdve foglalkozik az apátság középfokú oktatással. Ha kicsit visszatekintünk, akkor a ciszterciek már nem is 100, hanem több mint 200 éve itt vannak a városban. 1813-tól kezdve foglalkozik az apátságunk középfokú oktatással, de a ciszterci rend még nagyobb stabilitással rendelkezik, még nagyobb múltra tekint vissza, ahogy hallhattuk az elején. Jövőre lesz 900 éves az az alapokmányunk, amely összefogja a ciszterci apátságokat, és a mai korra alkalmazva összefogja az intézményeinket, és egy jó lelki alapot biztosít arra, hogy igazi értéket, olyan értéket, amely maradandó érték képviselhessenek apátságaink és gimnáziumaink. Iskoláinkban, és itt Fehérváron ugyanígy magas szintű és az egész embert formáló, nem csak oktatás, hanem nevelés folyik, amely mind a város, és azt hiszem, hogy mind az egész nemzetnek a fejlődését és gazdagodását célozza. És hogyha most egy kicsit a fehérvári itteni gimnáziumra gondolok, akkor ahogy bejövünk már az ajtón, kinek a szobrát látjuk, Klebersberg Kunónak a szobrát látjuk, nem kell az ő történelmi jelentőségét, azt hiszem, hosszasan pláne itt Fehérváron magyaráznunk, iskolánknak a diákja volt. De hogyha megnézzük a
régebbi értesítőket, akkor ugyanígy nagy neveket találunk, Zicsi Jenőt, Golzinger Ignácot, Vekerle Sándort vagy Marosi Arnoldot, akik úgy szintén a maguk idejében, itt a gimnáziumban magukba szívva a tudást és az igazi értékeket tudták nem csak a várost, hanem az egész nemzetet gazdagítani. És hogy ennek az alapján állunk ma itt, és ezt a jövőt szeretnénk tovább együtt építeni. Gimnáziumunkban, hogy lássuk, hogy milyen környezetben vagyunk, szeptembertől 737 diákkal kezdjük meg a tanévet, ebből a nagy része, 589 a hagyományos 8 osztályos képzésben, és 4 évfolyamos képzésünkben pedig 148-an kezdik el majd a tanévet. Az apátság igyekezik mindent megtenni az oktatás további magas színvonalú folytatásáért. Az elmúlt 6 évben is sokat tettünk, együtt a várossal karöltve, de ahogyan szó is volt arról, vannak olyan fejlesztések, amelyek saját erőből sajnos nem mennek. Valahogyan azt vettük mi magunk is észre, hogy nem tudunk tovább lépni. Az a cél, amit kitűztünk, ahhoz külső segítség kell, és ehhez jött pont a legalkalmasabb időben a kormány támogatása, hiszen a csoportbontásokhoz, amelyek tovább tudnák az oktatás minőségét növelni, nincs meg az infrastruktúrális adottság, valóban alaksori és egyéb helységekben kellett a csoportbontásban lévő diákoknak a különböző órákat hallgatni, vagy így van a tanári közös munkának sincsen igazán szintere, és ami a szellemi és a lelki nevelésen túl a testi képzés vagy formálás, ennek pedig a megfelelő tornacsarnok hiányzott idáig. Úgyhogy mindezek ezzel a fejlesztéssel orvosolhatók, amelyek néhol valóban évtizedes lemaradások, de azt hiszem, hogy ezzel a fejlesztéssel mind a szellemi képzésünk, mind pedig a fizikai, a mindennapos testnevelésnek való megfelelés lehetségessé válik. És túl az iskolán, amely reméljük, hogy a jövőben is mind a város, mind pedig az egész ország szellemi gazdagodását fogja szolgálni, ahogyan ezt eddig tette, valóban az itteni ciszterci plébániánk, a nagy boldog asszony, Szent János plébánia templomunk is megújul, amely, hogyha bemegyünk, akkor talán még mindig látunk egy-két helyen második világháború sérüléseket, úgyhogy tényleg itt volt az ideje annak, hogy valamilyen jó megoldást találjunk erre, és ezért hálásak vagyunk. Őszintén hiszem, hogy mindezek a fejlesztések gazdagítják majd a városnak a szellemi és a lelki életét. És az apátság a kapott fejlesztésekkel valóban Magyarországot szolgálja, méghozzá olyan új erkölcsi magvak elültetésével, amik a maguk idejében majd meghozzák termésüket, nem csak a város, hanem az egész ország javára. Az iskola több mint 70 évvel ezelőtt épült, azóta fontos szerepet lát el a fehérvári fiatalok oktatásában, nevelésében. Az elmúlt években bár kívülről megszépült, szükséges a belső korszerűsítés is, hangsúlyozta az intézmény igazgatóhelyettese. Ez az épület 75 éve épült, és miután akkoriban egész osztályokat tanítottak, nem is volt ilyen magas létszám, hiszen 700-on felül van már a tanulóink létszáma, a csoportbontások, a különböző óratípusok, az egyéb foglalkozások miatt rettenetesen nagy szükségünk van arra, hogy megújuljunk. Hála Istennek a tanítványaink szeretnek ebbe az iskolába járni. Nagyon sok gyermek jelentkezik hozzánk, és sokszor vérző szívvel utasítjuk el az éppen csak egy-két ponttal lemaradó tanulókat. Bízunk abban, hogy ezzel a bővítéssel lehetőség nyílik arra, hogy egyrészt több diákot fel tudjunk venni, másrészt pedig az oktatás körülményei sokkal inkább a mai korhoz, a modern világhoz közelítsenek. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!